Sziasztok! Ma november 4-e van. Nem sokára meg fogjátok kapni azokat a mennyigéket, amit rendeltetek magatoknak, hogy szaporítsátok, vagy olcsatok belőle. Ezért itt az ideje annak, hogy beszéljünk arról, hogy hogyan tudjuk helyesen tárolni. Egészen az oltás napjáig. Én ma kaptam meg egy párat itt Ukrajnából. Ma vettem át. Megnézzük, hogy hogyan néz ki. És utána pedig beszélünk arról, hogy hogyan tovább. Na nézzük meg! Na, így van becsomagolva. És így néz ki. Elmondták nekem, hogy az a fóliából van nekik mágva, gyönyörűen néz ki, nézzétek. Sehol egy petty rajta, mind egészséges, fel van mind írva, hogy még milyen fajta. Na, itt látok egy kis törlődést, de ez a drótnak a helye, ami itt volt. De különben mind szép egészséges. Én levágtam egyet, az előbb megmutatni, hogy mi a különbség a fóliában a mennyigék és kint a mennyigék között. Na nézzétek, lássátok, várjunk, megfogom így. Tehát azért van közt a különbség. Itt is egy kis repedések, itt is egy-egy pontok benne, tehát elég sok. Ez nem azért, hogy valami baja volt, ennek sem volt semmi baja, de kint a mennyige így néz ki. Látjátok. Tehát, hogyha valaki ilyet kap, ne ijedjetek meg tőle. Ez azért van így, mert ez kinti. Ez viszont szép, egészséges, sehol semmi baja. Ez viszont nem volt a fóliába. Na nézzük, hogy hogyan tovább, mit tegyünk vele. Amikor megkaptátok a mennyigéteket, legelsősorban mit tennünk kell, az, hogy bele kell tenni vízbe. 6-tól 24 órára. Tanulmány volt kimutatva arról, hogy 6 óra alatt amit a szőlővennyigén képes felvenni, annak a 90%-át 6 óra alatt fel is veszi. Ha tovább tartjátok, nem gond. Én általában tartottam olyan 12 és 24 óra között a mennyigéket vízbe benne. Itt képes teljesen felvenni azt a vízmennyiséget, amit ő felbír venni. Viszont arra figyeljetek oda, hogy milyen vízbe teszitek. Tehát, ha tudjátok azt, hogy a csapi vizetek, ez klóros, semmiféleképpen ne rakjátok bele, mert tönkre teszitek vele a mennyigét. Vagy szedjétek meg az esővizet, vagy kutivízbe tegyétek. És ne a meleg helyre tegyétek, tehát meleg legyen a víz, mert hogyha meleg vízre teszitek bele, felköltitek a rügyeket, és újból majd megkezd duzzadni, ha 12 órát benne van, vagy 24 órát benne fog nektek állni a meleg vízbe. Szóval kint beletettétek vízbe, valahol kint, valahol hűvös helyre tegyétek le. Le is fektethetitek így. Tehát egy nagyobb edénybe lesz. Állva is beletehetitek. Ha kétharmadáig így benne van vízben, benne áll, semmi baj nem lesz. Ez itt majd felszívja magának, amit kell neki. Bárhogy van. Na, amikor kivettétek a vízből, utána szét kell teríteni az asztalon. Általában itt leszoktam akkor vágni ezt, szétterítem, és egy fél óra, vagy maximum egy óra alatt szépen felszárad. Amikor felszárad mindez, utána jó lenne, hogyha lefertőtlenítenük. Nem tudjátok, hogy most kitől kaptátok, milyen volt az időjárás, és talán akár valamilyen kórokozó is lehet benne, valami gomba is lehet közte. Ahogyan viszont ezt elnéztétek, én kétlem, hogy itt lenne valami. Én sokszor volt úgy, hogy csak így levágtam, és így is beletettem a hűtőbe, így is állt semmi, soha nem volt semmi baja. Volt úgy is, hogy fertőtlenítettem. Fertőtlenítéshez ajánlok, nagyon sok fajta szer van. Itt van például a fundazol. Ez is jó, arról, hogy lefertőtlenítsük. Van fundazim, van strobi, van switch, topsin M,
És még sorolhatnánk. Minden rá van írva, hogy hogyan kell használni a fertőtlenítéshez. Ha nem akartok, vagy nincsen ilyen kémiai szeretek, akkor itt van például ez. Kálium permanganát, vagy hipermanganhoz szokták mondani ezt. Tehát ezt tudjátok olyan, hogy egy kis cseppet vesztek, beleteszitek a vízbe, és az meglilul. Tehát ezt annyit kell beletenni, hogy sötét lila legyen. Nem kell sok ideig tárolnunk a vízbe benne. Beletettük 1-2 perc az egészet, beleforgassuk, áll egy kicsit benne, és utána kivesszük, megint csak kitettük az asztalra, felszáradt, egy jó fél óra múlva, vagy egy óra múlva, majd utána pedig nekikezdhetünk annak, hogy elrakjuk a szőlőmelegeinket. Nagyon sok fajta módszer van, hogy elrakjuk. Valaki a pincébe rakja. Akinek nincs pincéje, az a víz aknába rakja le, hogy átteleltesse. Simán csak így összeszedjük, hogy az alja az alja az anyán legyen, és mind egyfajta, tehát egy síkba legyen, és szépen betesszük egy olyan 3-4 centis vízbe. Beleállítjuk szépen. És az szépen nekünk így el fog állni. Viszont arra figyeltek oda, hogyha a pincében van, hogy már február végén már ott kezd melegedni a pince. És a szőlő is érzi, hogy már itt a tavasz, és kezd feléledni. Ebben a helyzetben már kezdenek megduzzadni a rügyek, és így elindul a szőlő. Tehát onnan a pincéből ki kell vennünk, és beletennünk a másik hűtőbe, vagy valami más hideg helyet lenne neki. Tehát addig tarthatjuk a pincébe, de utána már nem. Zsákba is tudja, rakhassák. Pincébe teszik úgy, hogy zsákba van, belerakják, és szépen így lefektetik, ha több van. Én a hűtőbe szoktam rakni. Tehát ez nem olyan nagy mennyiség, amit most küldtek. Úgyhogy ezt nyugodtan teszem a hűtőbe. Viszont hogyan? Veszem a kukászsákot, ráhúzom. Egyik oldalról, így. Ráteszem a másik oldalról. Így. Majd megint ráhúzok még egyet, és utána megint még egyet. És úgy szépen megkötöm. Egyesek ki szokták lyukasztani egy pár helyen. Mondva azt, hogy kell a lenyigének a levegőn, mert lélegzik. Igen, így van, ezzel egyetértek, a szőlővenyigénk él, tehát lélegzik. Ha elfogyjuk tőle teljesen a levegőt, akkor az nem fog nekünk sokáig húzni. De ehhez nem muszáj kiukatnunk. Nézzétek, hát össze van kötve, itt közben annyi levegő van úgy is, hogy nekünk elég legyen ahhoz, hogy táplálja ezt a szőlővenyigét. Igen, azt még azért tudnunk kell, hogy havi szinten ki kell vennünk és át kell néznünk. Mennyire szárad ki, mennyire, milyen baja van. Előfordulhat az is, például, hogy amikor kivesszük a hűtőből, akkor helyenként kis penyészeket láthatunk majd rajta. Talán ez azért van, mert nem volt teljesen felszáradva a külseje, és ott bepenyészedett. Semmi gond. Megtöröljük, letörlük, kitesszük egy kicsit száradni, és újból visszarakhatjuk a hűtőbe, úgy persze, hogy előtte visszarakjuk a nájlonzacskóba. De honnan tudjuk azt, hogy nekünk szárad a lenyige? Ezért jó az, hogyha lemérjük. Hogyha van egy mérlegünk. Nézzük. Ha például megkapjuk a lenyigét, rátesszük a mérlegre, lemérjük. Ez most 940 gram. Szépen feljegyeztük, felírtuk. Majd belerakjuk a vízbe, és amikor teli szívta magát, még egyszer rárakjuk a mérlegre, és azt is feljegyezzük. Már tudjuk azt, ebben az esetben, hogy mennyit szívott magába. Legközelebb, egy hónap múlva, amikor kivesszük a hűtőből, csak azt kell tennünk, hogy rátesszük a mérlegre, és meglássuk, hogy mennyit mutat nekünk. Ha nem sok közte a különbség az utolsó mérleg között, amikor már lemértük,
miután már felszívta magát, akkor nem kell újból vízbe tennünk. De, hogyha nekünk közelít ahhoz a mennyiség, ahhoz a számadathoz, amit legelőször kaptunk, amikor megkaptuk, akkor újból tegyük bele a vízbe, egy pár órára, hadd szívja fel magát, majd kitesszük száradni, és újból a zacskóba, és bevissza a hűtőszekrénybe. Ez így nagyon egyszerű. Megtudnunk azt, hogy most mennyire száraz a vendégép, vagy nem. Hol tároljuk a hűtőben? A hűtőnek van több része. Nagyon sokan mondják azt, hogy vagy a hűtőnek az ajtajába kell tárolnunk, vagy abban a helyben, ahol direkt ilyen a zöldségeknek van elkerítve. Azt tudnunk kell, hogy a zöldségnek, ahol van a hely meghagyva, ott mindig a legmelegebb van a hűtőben. Általában 6 és 8 fok között a hőmérséklet, és nekünk ez már egy kicsit sok. Nekünk úgy kell, hogy 0-tól 4 fokig legyen, és az már nagyon jó a hosszú idejű tárolásra. Ezért mielőtt betakarjátok tenni a hűtőbe, először vegyetek egy hőmérőt, és nézzétek meg, hogy hol a legideálisabb. Nekem az ajtajában a hűtőnek 4 fok. Én sokszor ott tároltam. Viszont tároltam fent is, tehát az felső polc alatt. Nekem ott, kicsit beljebb a hűtőben, ott 3 fok volt a hőmérséklet. Sokszor oda szoktam be, oda is raktam be. Tehát amikor többek volt, akkor nem fért csak az ajtóba. Oda is tettem, ide is tettem. Nekem nyugodtan eltartott egészen a májusig. Tehát amikor már volt az oltások. Szóval ezt szerettem volna nektek elmondani, hogy hogyan tároljuk helyesen a szőlővenyigénket, hogy sokáig megmaradjon. Remélem hasznos volt ez a kis videó. Ezzel búcsúzom tőletek. Kívánok nektek jó egészséget és további szép napot!